Hát ennek a tárgynak, ahogy én tanítom, az a koncepciója, hogy azon kívül, hogy én mondok okosságokat a diákoknak, azon kívül megpróbálom elvinni őket minél több olyan helyre, ahol a vidékfejlesztés zajlik, ahol csinálják. Így aztán mindenféle intézményekbe járunk, ezeknek a többsége Budapesten van. Voltunk már az idén a Nébikbe, fogunk talán sikerül elmennünk az MVH-ba is, esetleg az irányítóhatósághoz, vagy az FM-be, még meglátjuk, ez még alakulóban van. És minden évben van egy vidéki kirándulás is, amikor egy líder csoportot megyünk el megnézni. Ez most már évek óta, nem is tudom, 6 vagy 7 éve minden évben a Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területére jövünk. Rácz Judit régi jó ismerősöm, barátom, kollégám, és ő minden évben vendégül lát minket erre a napra, ez nagyon kedves tőle, és ezúton is szeretnénk neki megköszönni. Hát a hallgatók egy része, általában elég jelentős része, negyede, harmada, az általában budapesti, és a maradéknak is a nagy része, vagy túlnyomó része városi. És a falusiak között is nagyon kevesen vannak olyanok, akik a vidékfejlesztések közvetlen kapcsolatba kerültek. Általában csak olyanok, akik valamilyen családi vállalkozásból, ilyen vidékfejlesztése, agráriummal kapcsolatos családi vállalkozásból kerültek erre a szakra. Őnekik van határozott elképzelésük arról, hogy mit szeretnének csinálni. A többieknek ez nagyon sokat szokott adni, ez a vidéki kirándulás, mert így élőben lehet olyan emberekkel találkozni, akik projektet valósítottak meg, akik pályáztak, akik vidékfejlesztők, és ez valami olyasmi, amit nem lehet egy osztályteremben pótolni. Tehát olyan is volt olyan év, amikor a Judit eljött Budapestre tartani nekünk egy előadást, és az is nagyon jó volt, de hát össze se hasonlítható azzal, amikor eljövünk, és mit élőben megnézzük azt, hogy mi történik. Miután itt végeztünk, utána át fogunk menni Kakucsra, ott megnézzük a tájházat, ahol van már egy megvalósított projekt, és most szeretnének csinálni egy újat, és utána elmegyünk a Deák udvarházba, ami egy régi tanya, de mostanában ilyen rendezvény helyszínén nőtte ki magát, nagyon sok esküvőt tartanak ott, és ez igazából egy turisztikai vállalkozás, egy ilyen rendezvény helyszín vállalkozás, ahol azt nézzük meg, hogy a helyi erőforrásokat hogyan lehet úgy, meg a adódó lehetőséget hogyan lehet egy kis vidékfejlesztési támogatással úgy kihasználni, hogy abból egy életképes, működő vállalkozás legyen. Harmatik Inga Szilvia vagyok, Szarvasról, ez egy délalföldi kis település, onnan származok. Ott főleg így a turisztikai vonalra van, szóval turisztikával szeretne foglalkozni a kisváros, és szerintem ez nagyon jól is működik, mert most van egy víziszínházunk, ott nagyon sok előadás van. Tavaly előtt létesült egy zenepavilon, ott pedig minden nap 3 hónapon át van valami kis előadás, zenekari fellépés, a ifjúsági aerobik csoportok, hip-hop fellépések, szóval a odalátogatóknak nagyon sok lehetősége van így kulturális szempontból. Én Karos Andrea vagyok, Kárpátaljáról, Ukrajnából, és a Budapesti Corvinus Egyetem másodéves hallgatója a gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnöki szakon. Mi a célotok ezzel a képzéssel? Hova szeretnétek majd menni? Dolgozni? Van-e erről valamilyen elképzelés? Nekem van egy családi vállalkozással való tervem, szóval, hogy édesapám a mezőgazdaságban dolgozik, és ezért is jelentkeztem ide. Nagyon szeretném neki átvenni a helyét, viszont emellett most, hogy így megismerkedtem vidékfejlesztéssel, nagyon szívesen folytatnám azt, amiről meséltem, hogy egy kicsit Szarvast még inkább fellendíteni, több programot kitalálni, vendégcsalogatónak használni ezt a kisvárost. Hát nekem igazából ezen a szakon nagyon tetszett eddig a gazdasági vonal, de most a vidékfejlesztési óra keretein belül ellátogattunk más helyekre is, és most, hogy eljöttem ide, és látom, hogy gyakorlatban hogy működik ezek a fejlesztések, hát ez igen vonzónak találom, és szeretném lehet a jövőben Kárpátaljára is elvinni ezeket a lehetőségeket. Meddig fogtok itt tanulni, hány éves a képzés, és milyen végzettséget fogtok ezzel szerezni? 7,5 éves, ez ugye egy agrármérnöki képzést szerzünk, viszont nagyon sok lehetőségünk van mesterszakra menni. Én például növényorvosira szeretnék menni plusz 2 évet, úgyhogy még egy ideig itt leszek és tanulok.
4 fél évünk van még, és hát utána én is szeretnék mesterre menni, de még nem tudom pontosan, hogy a gazdasági vagy az agráros szektorban szeretnék tovább menni, de erősen húzok most már az agrár felé, és hát ezt tervezgetem most már.